5 évvel ezelőtt rendezték meg először az egy nap kezdetű rendezvényeket. Ekkor a beteg gyermekekért, kisállatokért szervezték a programokat. Október közepén a természeté volt a főszerep, színes kavalkád várta az érdeklődőket a kökényitóhoz. Az egy nap a természetért, ez pedig hát nem kell nagyon mondani, hogy itt ismét próbáljuk meg alapozni a jövőt, illetve próbáljuk azt megmutatni a gyerekeknek, szintén családi nap rendezvény keretén belül, hogy hogyan is kell környezettudatosan működni, lemodellezünk egyes folyamatokat, megismertetjük a természeti értékeket velük. Az eseményen a játékos programok mellett érdekes előadásokat is hallhattak az egybegyűltek. Központi téma volt a környezetvédelem és a fenntarthatóság. A rendezvényen különböző termékek, tombola, étel, italvásárlásra is lehetőség nyílt. Különlegesség, hogy mindez becsületkasszás alapon működött. Családosoknak volt alapvetően meghirdetve a program. A cél, hogy egyrészt a fenntarthatóságra és a környezetvédelemre felhívjuk a figyelmet, illetve nyilván azt szeretnénk, hogy a kicsik játékos formában már megismerkedhessenek a témával, és ők tudatosabban tudjanak a jövőben is tenni a jó ügyért. A rendezvényt egy rajzpályázat előzte meg, amelyen a gyerekek vehettek részt. Az eredményeket a jeles napon hirdették ki. A szervezők számára fontos volt, hogy a kicsik is megtalálják a számukra izgalmas elfoglaltságokat, így a legkisebbeket lengőtekével, csillámtetkóval, labdajátékokkal várták. Alapvetően nálunk ez egy ilyen filozófia, hogy a következő generációra próbálunk koncentrálni. Lévén az, hogy nagyon sok gyerek van nálunk a cégnél, másrészt, hogy meg hát most kire támaszkodjunk, hogyha nem a következő generációra. Amellett, hogy a rendezők kiemelt figyelmet fektetnek a gyerekekre, szerencsére a felnőttek is élvezték a kínált programokat. Én például nagyon örülök neki, hogy nagyon sok szülő elhozza gyerekét erre. És hogy ezzel a gyerekeket úgymond úgy támogatják, hogy ennek tényleg van egy ilyen nemes. Én úgy gondolom, hogy van egy nemes üzenete, és hogy nekem az egy pozitív csalódás, hogy nagyon hirtelen, relatíve nagyon gyorsan megtelt annyira, amennyire most ti is látjátok ezt a rendezvényt. És nem csak a gyerekek lelkesek amúgy, hanem a szülők is, és ez nagyon jó. Ez jó látni egy. A jó ügy érdekében igyekeznek az egy nap kezdetű programokat a jövőre is továbbvinni. A rendezvény a Zöld Híd Alapítvány támogatásával valósult meg, így a nap folyamán összegyűlt teljes bevétellel őket segítették.